Sziasztok! Ma folytattuk a házfelújítást, még egyelőre bontottuk a kis szobát meg a nagy szobát. Úgyhogy nézzétek meg az erről készült kis videónkat. Szobáknak most álltunk neki. Innen már felszedtük a félhajópadlót ebből a szobából. Majd ide Estricht kerülne le padlófűtéssel, aztán meglátjuk, hogy ilyen anyagárak mellett mikorra jutunk el idáig. De minden esetre ezeket a hajópadlókat nem fogjuk tűzre dobni, mert egész jó állapotúak, hanem felcsiszoljuk, és akkor majd a garázsba fognak ezek bekerülni a szarufák alá, mint egy ilyen díszítő elemként. Úgyhogy utána még délután jön majd ez a szoba, leszedem a radiátort, a vascsöveket, és nagy valószínűséggel itt is, meg ebben a helyiségben is már újra van betonozva minden. Ha nagy szerencsém van, akkor nincsen benne vasalat, ha van benne, akkor már megint megszívtam. Hajópadlót azt már felszedtük, szarufákat szintén, és ki lett hordva innen 15 centi homok. Radiátort azt még nem sokára majd vágom ki, feleségem pedig elkezdte a tapétát leszedni a falról. Másik szobába, ott pedig ugyanilyen, hogy hívják ezt, milyenek a neve? Mindig elfelejtem. Aha, nem úgy szívem, milyennek a szarnak a neve? De hogy talicska, laminált parketta. Ja na! Laminált padló van itt az előszobában, meg a kis szobában is. Ezt felszedtem. Radiátorokat nem sokára szintén vágom majd ki. És ez valami ajzat kiegyenlítővel van itt leöntve, alatta pedig régi típusú kő, úgyhogy ezt szedem most föl. Sikerült végre felszedni ezt a követ, ami le volt rakva. Hát eléggé fárasztó volt, úgyhogy most elkezdem kilapátolni, meg kitalicskázni a homokot. A konténerben meg már szépen gyűlik, lassan megint vitethetjük el. Na, kihordtuk a kis szobából a
földet, hogy ezt a sípes valamit. Volt benne ikersejt, téglától kezdve, nem tudom, kátrányi minden mi. Úgyhogy elfáradtunk rendesen. Na, úgyhogy folyt kell. Te nem mondasz semmit? Elfáradtál mi?